Én azt gondolom, hogy a skandináv modellnek az egészét át lehetne emelni. A skandináv modell intézményekből áll. Semmi oka nincsen annak, hogy Magyarországon ne lehetne progresszív adórendszer, hogy ne lehetne olyan oktatási rendszer, amelyik területileg egyenlő. Magyarország az egyik legkevésbé egyenlő oktatási rendszerrel rendelkezik az egész OECD-ben, sőt az összes mért PISA ország között. 72%-ban azt határozza meg a diákoknak a tanulási eredményeit, hogy az országnak melyik részén tanulnak, és ez a mutató mondjuk Finnország esetében csak 8%. De át lehetne venni a jó közösségi közlekedést, át lehetne venni a korrupció ellenes harcot, át lehetne venni alapvetően gyakorlatilag minden elemét és intézményét ennek a modellnek. Ezeket csak be kell vezetni, nincs benne semmi kultúra specifikus. Amikor én felvetettem a skandináv kollégáimnak, hogy ez esetleg valamilyen kultúra specifikus dolog lenne, akkor egy kicsit megsértődtek, és azt mondták, hogy ők három generációta harcolnak, hogy ezeket az intézményeket bevezessék. Ez nem olyas valami, ami a skandináv erdőkben ő és csak le kell szedni a fáról. Ezek intézmények, a szakszervezeteknek nagyon erős jogosítványai vannak, és ilyen két éves bérmegállapodásokat kötnek a munkaadókkal. Ezeket ugyanúgy megteremtettük Magyarországon egyébként a 90-es évek elején, csak aztán erodáltuk ezeket az intézményeket. Semmi oka nincsen, hogy miért ne lehetne megcsinálni. Ha egy jól megtervezett tervvel nekiállunk, akkor egyetlen parlamenti ciklus alatt meg lehet ezt csinálni, és azon nyomban van hatása. A magyar társadalomnak az értékrendszere ráadásul közösségi. Minden felmérés azt mutatja, hogy mi értékrendszerben sokkal közelebb vagyunk ehhez a német-skandináv modellhez, és sokkal közösségiesebb vagyunk. Ez a kelet-európai társadalom és a magyar is, ezek nem az amerikai individualizmushoz vannak közel, ezek sokkal közösségcentrikusabbak. Ha most bevezetnénk változásokat, 1-2-3-4 év alatt már érezhető lenne, és mondjuk egy középtávon, tehát egy 2-3 parlamenti ciklus után nagyon radikálisan javulna a foglalkoztatás, a bérek, és minden, ami fontos számára. Korrupció, minden, ami fontos Magyarország számára. Sokan azt gondolják az északi modellről, hogy ez tulajdonképpen arról szól, hogy ezek az országok nagyon gazdagok lettek, ezért megengedhetik maguknak, hogy bőkezű szociális juttatásokat adjanak a polgáraiknak. Ennél nagyobbat tévedni nem is lehetne, pont az ellentéte történt tulajdonképpen. Ezek az országok azért lettek gazdagok, mert ezt a típusú redistribúciót folytatják. Egy progresszív adórendszerből megfinanszírozzák újraelosztáson keresztül azt a társadalmat, ahol mindenki esélyhez jut, függetlenül attól, hogy hová született. Mindenki egyenlő esélyeket kap arra, hogy kibontakoztassa a saját képességeit. Bőkezően megfinanszírozzák az oktatási rendszert, ami területileg az ország egészében egyenlően működik. Bőkezően megfinanszírozzák a közösségi közlekedést, az egészségügyet. Az egészségügy az egy befektetés ebben a modellben. És hogyha ezt az egészet végig gondoljuk, hogyha az újraelosztásból az állam befektet abba, hogy minél több ember egészséges, jól képzett legyen, tudjon közlekedni, és még sorolhatnám, akkor ebből az jön ki, hogy rengeteg ember fog dolgozni. És hogyha megnézzük a skandináv jóléti államoknak az adatait, ott van a legmagasabb foglalkoztatás egész Európában. Nem véletlen, hogy akármilyen mutatót nézzünk meg, a skandináv modell mindenben az élen van. A demokrácia minősége, a sajtó minősége, a foglalkoztatás, a bérek, az egyenlőség, az életszínvonal mutatók, a nők helyzete, a korrupció, a legkevésbé korrupt országok között vannak a skandináv országok, a fenntarthatóság, tehát ők megcsinálták a zöld adóreformot, ami azt jelenti, hogy az adórendszerük már a fenntarthatóság irányába viszi el a gazdasági folyamatokat. Tehát alig tudok mondani olyan mutatót, amiben nemzetközileg ne az élen lennének. A társadalomnak a tehetősebb tagjai befektetnek abba,
hogy az alul lévők is esélyhez jussanak, és ezen keresztül minél több ember termelő része lehessen a társadalomnak, és ne pedig eltartott. Hogyha ezt megteremtenénk és befektetnénk ezekbe az emberekbe, akkor sokkal több ember fizetne adót, akkor sokkal alacsonyabb adóink lehetnének, hiszen nem kevés embertől kellene magas adórátákkal beszedni a pénzügyminiszternek az adókat, hanem nagyon sok embertől nagyon alacsony adórátával. Ez tulajdonképpen egy igazságosabb társadalmat hoz létre, ahol az esélyei megvannak az embereknek, egy sokkal szétterjedtebben termelő és egyenlőbb társadalmat hoz létre, gazdaságilag több az aktív ember, alacsonyabbak az adók emiatt, egyfőre jutóan. Valójában még a demokrácia szempontjából is fontos, hiszen egy olyan középosztályt hoz létre, amelyik egyrészt tanult, tehát érti a demokratikus közvitákat, ezért kevésbé lehet populista szlogenekkel elcsábítani, hiszen a fogalomkészlete bonyolultabb, amivel megérti a világot, tanultabb. Másrészt pedig olyan anyagi függetlensége van, amelynek segítségével megőrizheti a politikától a függetlenségét. Tehát nem kell klientalista hálózatokba belekényszerülnie, mint Kelet-Európában, ahhoz, hogy megéljen. Itt független emberek vannak, akiknek van annyi megtakarítása, hogy a főnökével szemben, vagy a politikussal szemben fölállhat, és elmondhatja a véleményét, és nem kell attól félnie, hogy akkor a családja nem fog megélni.